sziasztok! Egy újabb szép nap itt a folyón, arany után kutatva. Ma nem túráztam sokat, körülbelül egy 35-40 percet itt a folyó mentén. Most a hídtól lefelé jöttem. És ahogy itt túráztam, találtam egy ilyen darab vasat. Igazából nem tudom, hogy mi lehet, de itt dobta ki a folyó. Úgyhogy gondoltam megérni, kicsit átfésülni ezt a részt. Ezen a részen találtam. Csináltam is egy kis gödröt, elkezdtem felmérni, hogy mit találunk. Nem volt benne sok arany, viszont ezen a sziklafalon itt mellette van bőven rés. Találtam is egyet, ami nagyon szembetűnő. Elég klasszul meg van pakolva, úgyhogy gondoltam érdemes lenne megnézni, mi van az alján. Már nagyon apró szem, ez azt jelenti, hogy van arany, meg kell nézni a többi rést is. Na, itt van a következő klassz rés, amin dolgozok. Ez a szikla alá megy be, van lenn a folyó. Elég vöröses színű, ami azt jelenti, hogy fémes. Jó eséllyel lesz benne valami. Na ez király! Kicsit lapos, de elég szép darab. Ez a szép darab, ez innen jött, ebből a kis résből. És hát van ott még anyag, megpróbálom kiszedni, amennyit csak tudok, meg van még ott is. Lehet lesz még ott másik szép darab is, sőt. Az ilyet szeretem. Következő tányér, ugyanonnan. Hát, ha lesz ebbe is valami kasz. Van még ott benne pár szép apró, talán egy karakteresebb is az ott. De semmi komolyabb nem mutatkozik. Meg kéne próbálni felfeszíteni valahogy azt a sziklát, hozzáférjek a többi anyaghoz is alatta. Mozog!
csináltam egy ilyen feszítő vasat, kicsit olyan fentebb a folyón, ahogy keresgéltem. Szinte hihetetlen. Itt találtam egy ilyen feszítővasat, kicsivel föntebb a folyón, ahogy keresgéltem. Szinte hihetetlen. Ez jó anyag itt biztos, ami ide van beszorulva. A két szikla közé. Közben szedem szét még jobban ezt a követ. És van még alatta anyag. Közben gyűlik a tányéromba is. Mi van ez alatt? Azt, mennyi jó a kinéző anyag. Közben találtam egy szem VG-t. VG ez az Visible Gold. Látható arany. Nem túl nagy. De egy klassz kis szem. Fú, hallod, azt hiszem ez a tányér ez elég jó lesz. Nem teszek bele túl sok anyagot most. Megvan a nap legjobb tányérja? Ez lehet, hogy a hónap legjobb tányérja. Ebben van bőven. Az igen. Rakat nagy szem. És még van anyag ott, ahonnan ez jött. Nem semmi. Következő tányér, ugyanabból a kis résből, le is értem az aljára. Még sikerült pár szép szemet kihúznom belőle, de ez volt a vége. Mutatom. Teljesen kiszedtem az összes anyagot belőle. Jó tányér lett ez is. Jött még egy hihetetlen jó tányér. Ez innen a rés másik oldaláról. Szintén folytatódik ez az ágykő. És itt van egy rés, ahova szintén kiült némi arany, úgy látszik. Van benne négy igen szép szem. Főleg ez. Ez egy igen jó darab megint. Ahogy nézem, itt az arany eléggé lapos. De azt jelenti, hogy sokat utazott. Az ütközések során ki lett lapítva elég rendesen. Minden darab elég lapos, ami innen jön. De tetszenek nagyon. Jó lesz, jó lesz. Úgy döntöttem, tartok egy kis ebédszünetet itt az árnyékban. Ott lent dolgozok, aztán elég meleg van, 3 óra lesz a nap legmelegebb ideje, egy fél órát itt pihenek most,
Itt az ebédem, egy alma, egy banán, egy jalapeño zsemle, és itt pedig az arany. Nézzük meg, hogy hol járunk most közben. Elég jó. Van benne egy klasszem. Méghozzá egy kis karakterrel megint. Ez szép. Kivettem ezt a nagy követ innen. Úgyhogy most hozzáférek még némi igen jónak tűnő anyaghoz. Ez ugyanez a vöröses, feketés, ilyen agyagos, fekete homokos cucc, amiben az előzőeket is találtam. Mindjárt megnézzünk egy tányérral. Továbbállok, új helyet keresek. Még mélyítettem azt a lyukat egy darabig, de nem igazán találtam benne sok aranyat. A vége felé igencsak el is kezdett fogyni, úgyhogy úgy döntöttem, tovább megyek. Visszahozom ezt a vasat ide, ahol találtam. Ugye látszik, hogy mások is ástak itt. Jó helyen vagyunk, az biztos. Lapátokat is itt hagyták, annyi aranyat találtak, hogy nem érte meg kicipelni őket az erdőből. Ja, szóval új helyet keresek. Hogyha megvan, találok valami aranyat, akkor bekapcsolom a kamerát. Közben ezeken a részeken dolgozok. Innen szedek anyagot, ezt a kis rést dolgoztam meg, illetve ami itt folytatódott, itt megbontottam a sarkát is a sziklának, és jött le ide egészen ebbe a kis gödörbe. Ez most már sajnos elöntötte a víz, úgyhogy itt van a folyó mellett, úgyhogy ha már víz van a gödörbe, akkor elég nehéz általában kiszedni az aranyat, de viszonylag jó tányérokat kapok. Semmi nagyobb nem volt eddig, de pár szép apró van mindegyikbe. Úgyhogy megéri rajta dolgozni, ugyanis a nap végén összeadódik. Hát ennyi fért bele a mai napba. Összepakoltam a cuccom, elkezdek túrázni kifele, de előtte megmutatom az aranyat. Itt van ugye a két nagyobb szem, amit találtam, és itt van a maradék is. Semmi komolyabb darab nem jött a nap hátra lévő részébe. Szóval ennyi az, amennyit hazaviszünk. Sziasztok, hazaértem. Itt vagyok az arannyal, ki van szárítva. Itt vannak a legklasszabb darabok. Ez egy elég jó kis pehely. Jó hanggal.
ez is elég lapos, még sokat utazott valószínűleg a folyóba. És itt van ez a kisebb, ami még egy klassz darab. Ez olyan rögösebb, nem tudom mennyire látszik. Tegyük rá a mérlegre. Hát ez hihetetlen. 1 gram kereken. Azok a nagy szemek megnyomták rendesen. Nem mértem le, de nem gondoltam volna, hogy ennyi lesz. Na, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, hogy kommenteljetek, mit gondoltok, milyen az arany itt Kaliforniába. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!